A pályázati kiírások már tavaly decemberben megjelentek a kormány és a Herman Otto Nonprofit Kft. Honlapján. Az idén 8. alkalommal meghirdetett programban mintegy 200 millió forint jut a települési és térségi fejlesztések támogatására. Több mint 600 millió forintot különítettek el a tanyák és a tanyás térség megőrzésére, fejlesztésére, valamint a tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére, tájékoztatott Putnik Tamás városházi szóvivő. Az egyik lakosságot érintő pályázati felhívás egy 646 millió forintos keretösszeggel rendelkezik, ezen belül a tanyák fejlesztésére, illetve konkrétan tanya gazdaságok beindítására irányulhat. Ebben benne van gyakorlatilag az ingatlannak a fejlesztése, akár az állatállomány vagy a gépek berendezések fejlesztése, kialakítása is. Emellett 320 millió forintot biztosítanak a tanyasi lakó és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre, folytatta a szóvivő. Ennek segítségével az itt élők megújíthatják a lakóépületeket, bővíthetik, illetve kialakíthatják a vagyongazdaságot. A kérelmeket 2019. január 2. felétől lehet benyújtani, a kivitelezést pedig 2019. december 31-ig kell megvalósítani. A beadási határidő mindhárom pályázat esetében január vége, február eleje. Bővebb információ a kormány.hu weboldalon található.